vagyok az Étvesben rovatban. Itt van velünk a vonalban Karlovics Máté, a Runaway Sportszervező Kft. Vezetője. Jó reggel, szia! Jó reggelt! Sziasztok! Szia, jó reggelt! Hát onnan keltette föl a figyelmünket ez a sportszervező úgymond vállalkozás, mert hogy egy nagyon érdekes új formátumban rendeztek futóversenyeket, meg mást is. Ez az, hogy van egy versenyközpont Erdőben, de hogy van terepverseny, illetve Erdőben aszfaltos futás egyszerre, ilyet még azért nem próbált senki. Honnan jött az ötlet, vagy miért jó ez? Hát külön tudok válaszolni csak a két kérdésre. Az ötlet az abszolút egy létező formátum külföldön, tehát Nyugat-Európában erre több helyen van példa. Aha. Egyébként ezt az ötletet, ezt néhány évvel ezelőtt még a korábbi munkahelyemen valósítottam meg először, és aztán onnan, mivel ott ez nem volt egy működő modell, hoztuk át a később megalakult saját cégbe, és vittük sikerre. Uh-huh. Az előnye pedig az, hogy hát egyrészt a futótársadalmat kovácsolja egy kicsit össze, vannak azért kisebb-nagyobb szakadékok a terepfutók és az aszfaltfutók között itthon is, külföldön is, mi ezt próbáljuk csökkenteni, illetve mivel mi mind a két területtel foglalkozunk, tehát nálunk terepfutók, aszfaltfutók, illetve egyéb más sportágak is jelen vannak, ezért is fontosnak tartottuk. Valamint nagyon sokan vannak olyanok, akik aszfaltfutókból válnak később terepfutókká, mondjuk tájékozódási vagy egyéb problémák miatt, vagy nehézségek miatt eleinte ebben még nem mernek belevágni, de hogyha eljárnak egy-két ilyen típusú versenyre, ahol ez a két réteg összeér, akkor utána már könnyebben szakadnak el az aszfalttól, és mennek be az erdőbe bátrabban. Uh-huh. Nézegettem a bőzsönyi versenyeteknek a kiírását, ott nagyjából egymáshoz viszonylag közeli idő pontokban rajtolnak el az aszfalton, illetve a terepen futók is különböző távokon. Ezek a lényeg az, hogy az elején meg a végén akkor együtt bandáznak, és mindenki együtt van, meg a kiegészítő szolgáltatásokat együtt élvezhetik, és így egyfajta közösségépítés. Pontosan, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy a rajtzónába együtt állítjuk be őket, csak egymástól fizikailag elválasztva, és egymás után körülbelül 3-4 perccel indítjuk a mezőnyöket. Aha. Mivel ezek 1000 fő alatti versenyek, ezért itt ezt meg lehet tenni. Uh-huh. Nyilván egy nagy Budapest maratonon ez nem lehetséges, de nálunk ez így kényelmesen megvalósítható, és a cél is hasonló, tehát általában nem csak a rajt egyezik meg, de az a pont is, ameddig fel kell futniuk. Tehát például az egyik legmagasabb pontja a Bőrsönynél az aszfaltúton elérhető, illetve makadámúton elérhető nagyhideghegyi turistaház, amit a terepfutóknál is a hosszú távosok érintenek. Aha. És aztán, amikor visszafutnak a célba, nyilván mindenkinek más a tempója, tehát azért nem lesz olyan, hogy egyszerre mindenki ott van már a célban, uh-huh, de a nagy többség az ott marad és bandáznak, és esznek, isznak, jól érzik magukat. Aha. Viszont ez nem limitálja a potenciális helyszínek számát, azért nincs mindenhol olyan út, ami tényleg erdőbe szép helyek és aszfalton vezet. Tehát terepen lehet azért abból sokkal több a lehetőség, de meg hogy jó versenyközpont, párhuzamosan kiszolgáló egységek legyenek, azért az elég limitált, hogy hány helyre tudtok így akkor elmenni, nem? Inkább ez az utóbbi limitálja egyébként, tehát ezt jelenleg 3 helyen rendezzük, jövőre 4 helyszínnel tervezünk. Nagyon sok, hála Istennek, az olyan minőségű aszfaltút, ami például a kerékpározásra már nem feltétlenül tökéletes, mondjuk egy országúti kerékpárversenyt ott keresztül vinni problémás lenne, viszont futni bőven jó, mert mindenhol van legalább egy 2 méter széles része, ahol jó minőségű aszfaltút van, és ezek lezárt erdészeti utak, tehát itt nincsen forgalom, amúgy sincs. Nem csak akkor, amikor a mi versenyünk van, hanem amúgy sincsen ezeken az utakon forgalom, egy-egy erdészeti jármű fordul elő, fakivágáskor használják, tehát ezek az utak amúgy is viszonylag szabadok, és elég sok van belőlük. A Budai-hegységben is van ilyen út, ha az Erzsébet kilátó környékére, igen, gondoltuk, ott rendezzük a budai versenyünket ősszel. A Pilis-Visegrádi hegységben nagyon sok ilyen út van, akár a Lajos forrás környékén, akár Dobogókő környékén, akár Szentendre környékén. Tehát a szentendrei versenyünket az eddigi években
a skanzen mögött rendeztük a Paprit urakasztala felé, kellett az aszfalt útvonalon felfutni, gyönyörű, nagyon jó minőségű aszfalt van arra. Idén ez elképzelhető, hogy változni fog, hamarosan kiírjuk majd az idei kiírást, az pedig a nyári versenyünk, ez a szentendrei. Uh-huh. Azt kérdez egy hallgató, milyen cipőben futnak az ilyen hibrid versenyen? Lecserélik a terepfutó cipőt aszfalt? Vagy nem hibrid, tehát mindenki egyet. Ez külön-külön, ugye? Igen, aha, vagy aszfalt, vagy egyet. Igen, dönthetünk, igen. Jó. Uh-huh. Így van, pontosan. Jó. Tehát ez szabadon választhat, aki aszfaltra indul, az nyilván aszfaltfutóban fut. Azért itthon a terepfutásnál az esetek 90%-ában bőven elég terepen is egy aszfaltos cipő. Inkább a sár az, ami miatt sokan terepfutó cipőt húznak, meg hát a divat. Tehát azért ennek is van egy húzó ereje, hogy akkor az ember már nézzen ki úgy, mint egy terepfutó. Most elég sok ilyen instant futást szerveztetek, ez a Covid miatt volt elsősorban, csak vagy azért ezt a formát megtartjátok, hogy mindenki akkor megy, amikor akar, és... Mi már a Covid előtt indítottuk az instant vonalunkat. Egészen pontosan egyébként aznap, amikor az első lezárások még az a március 15-i ünnepségsorozat kapcsán elindultak 2020-ban, ha jól emlékszem, akkor indítottuk el pont a második instant családunkat, tehát mi addigra már ezzel a formátummal megvoltunk, és ez egy tudatos döntés volt, már a cég alapításkor eldöntöttük, hogy nem csak futóversenyekkel foglalkozunk, hanem instant körökkel is. Aha, és ebből most hány van? Hogy működnek? Hát most négy instant kör családunk van futás terén, van terepfutóvonalon a Garmin Mókus instant család, ahol négy távon lehet a Szépjuhásznétől kiindulva a Budai hegységnek részben a kevésbé ismert részeit bejárni. Van a Rókás instant családunk, ahol két távunk van, és aszfalton pedig van a Runapest nevű futókör családunk, illetve az Adrenalin kör. Tehát akkor itt is van külön terep és aszfalt verzió. Van, mind a kettő. Aha, hát akkor ez nem úgy működik. Hogy működik az érintés? Itt is mobiltelefon lecsippantás? Vagy milyen technikai módszerrel? Igen, mi a legegyszerűbb megoldást választottuk, ami a futók szempontjából a legegyszerűbb. QR kódos rendszert használunk, és minden egyes nevezés létrehoz a rendszerünkben egy futóazonosítót, azt az azonosítót kell a rajtnál beírni, utána már a rendszer tudja is, hogy ki az, aki megérkezett a pontra, és gyakorlatilag ezzel ellenőrizzük a teljesítéseket. Aha, egyébként használjuk vízen is ezt a rendszert, mert szápos köreinken például ezzel lehet teljesíteni. Na, ezt akartam még kérdezni, a futáson kívül miben mozogtok még? Igen, a száp és a kerékpár az, amiben mozgunk. Kerékpárba tavaly indultunk, illetve szápban is tavaly indultunk el az első instantjainkkal. Szápon vannak fix körök is, amik teljesíthetőek, illetve szabad körök is vannak. Pont ezeket nézegettem, éremszerzésre beküld egy útvonalat, hogy ezt ő teljesítette. Kerékpárból pedig idén jönnek ki a fix útvonallal ellátott köreink, szintén többek között a Visegrádi hegységben. És Szápon hol vannak a QR kódok? A folyó közepén levertek egy cölöpöt, és... Bennül valaki egy csónakban. De hogy működik? ennél egyel egyszerűbb, hogyha keresünk olyan pontot, ami már eleve ott van, és arra tesszük ki a QR kódot. Aha. Mondok egy példát, a Balatonon csopakról lehet elrajtolni egy olyan szápos instant körre, ahol bent a vízben van egy szobor, ami régen kint volt a parton, egy villához tartozott, de becsúszott a vízbe valamikor, és az most már egy olyan jó 50-100 méterre van a parttól, és azon van rajta például a QR kódunk. Kiváló ellenőrző pont lett belőle. Aha. Használunk egyéb műtárgyakat is, tehát... Aha. Tehát bármi jó, egy stég, egy bármi. A lényeg az, hogy olyan helyen találjuk meg nyilván, amerre eleve szeretnénk vezetni az útvonalat, hogy és ne nagyon úszon arrébb, igen. Aha. Így van, az nem árt. Uh-huh. Oké. Okay. Nagyszerű. Szóval, hát ez nagyon jól hangzik. Akkor további sok sikert kívánunk meg, hát mindenkinek ajánljuk, hogy akkor mozogjon, vegyen részt mindenféle sportágban ezeken. Ha éppen nem a verseny keretében, hanem szabadon választott időben szépen akár instant. Nektek akkor sok sikert, és köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk. Szép napot, szia! Karlovics Mátéval, a Runway Sportszervező Kft. Vezetőjével beszélgettünk. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
Hú, ilyeneket eddig a Maci kapott csak. Üzenem Ácsnak, hogy hagyja már beszélni az interjú alanyokat. Rohadt idegesítő, hogy folyton mindenki a szavába van. Micsoda. Hát én nem csak egyszer. Egyszer. Csak egyszer. De utána figyeltem arra, hogy ahonnan eltérítettem az interjú alanyt, akkor vissza tudjon térni, persze, és ott el tudja mondani. Ennyit a védelmemre. Igen. Az enyémre viszont sajnos nincsenek szavak. Majd mert... én megvédelek akkor. Hát nehéz lesz. Nézem, hogy elég mozdulatlan az üzenőfal az SMS-ben. Mondom, most már azért ráfrissítek, és hát még az utolsó üzenet is tegnapi volt, amit beolvastam, de passzolt egyébként, mert Kína álláspontját kérdezte a hallgató, csak éppen tegnap. És gyakorlatilag az összes mai SMS-t most töltötte le, úgyhogy így senkiével nem foglalkoztam, csak a WhatsApp és a Viber üzenetekkel. Elnézést kérek gyorsan. Földolgozzuk a hírek alatt, mit szólsz hozzá, és akkor még gyorsan visszatérünk. Nagyon jó, bár a hírek alattra már egy csomó más programot is találtam, ami elég sietős. Elhalasztod. Az egyiket nem nagyon lehet, úgyhogy jönnek a hírek, kérem tisztelte, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi az IT?